Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akusparlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fintechnikashop.hu támogatta. Na, hello, srácok! Üdvözlet innen a Nyuszi Motor mellől. Csak azért készítem ezt a videót, hogy az élet mindig gondoskodik a tartalomról. Hát, rádiót akartam hallgatni a műhelybe. És... hoppá, ez fogadott. Ami valószínű köszönhető annak, hogy a tápja haldoklik ennek a szarnak. De várjál, te hisz ebben nem is kapcsüzemű tápa, hanem sima, trafós. Nagyszerű. Úgy látszik, ezt a 3 fokot nem kedvelte. Na jó, de ezt most hagytam, akkor kikapcsolj, mert ez így rettenetesen idegesítő. Na jó, kihúzom a konnektorból, valószínű az lesz a megoldása ennek. Ez nagyszerű. Remek, remek. Legalább lesz hifi javítós tartalom is. Bár nem nagyon szeretem az ilyen témákat, mert nem is nagyon értek hozzá. Érdekes egy hiba. És kihúzom, és amikor visszadugom. Sebe, senyi. Na jó, akkor ennek majd utána nézünk, hogy miért van ez a hiba. Tegnapi rendezvény után szedegetem össze a kábeleket, és ha már így összegyűltünk, akkor gondoltam, megmutatom nektek, hogy az idő az gondoskodik nekünk tartalomról. Mert egy idővel minden tönkre megy, és így legalább lesz YouTube videó. Tegnap nem lett jól összeszedve a kábel, csak septibe szedtük össze, és nem szeretném így elrakni. Úgyhogy gyorsan összeszedem. Hogyha esetleg, na ezt nem én akarom nektek megtanítani, de ha esetleg valaki nem ismeri ezt a fajta kábel összeszedési módszert, én is nemrég tanultam Fábi Pityutól. Egyet tekersz, most pont a fordított jön, egyet fordítva, egyet simán, egyet fordítva, csak itt ez már össze van tekerve, mert tegnap Pulcsi volt az elkövetője, és valószínű nem úgy tekert össze, ahogy kell. Tehát egyet simán, egyet fordítva. Akkor kapsz egy ilyen szép tekercset, amit később ki tudsz dobni úgy, hogy nem fog összeakadni. Csak ha már eleve rosszul van összeszedve a kábel, és így megtekeredik, akkor először ki kell belőle szedni a tekeredést. Hadd meséljem már el nektek a tegnapi napot. Rohadt jó estén vagyok túl. Iszonyatosan jó volt. Olyan jó zenéket lehetett játszani, hogy hihetetlen. Nagyon jó volt. Végig fasz a house zenéket, nem kellett ilyen csiribiri szarságokat előszedni. Tényleg csak a fasz a minőségi house zene is működött, ment. Nagyon jó volt. Élveztem. Nagyon rég zenéltem már ilyen jót, hogy tényleg jó lessen is. Éltem. Nagyon jó volt. Nagyon csecse volt. Aztán... alig akartak hazamenni az emberek. Még... hát zárás után, ugye az elméleti zárási időpont után is
minden áron ott akartok maradni. De rosszul lett ez összeszedve, gyerekek. Ezért nem szeretem, ha más szedi össze a kábeleimet. Inkább rászánom az időt és összetekerem én. Mert utána ez van, ez. És ez rohadtul nem így kéne, hogy legyen. Egy csomó hosszabbítom például tönkrement, amiatt, hogy ez a könyökre való feltekerés. Na jó, ezt el is engedem, ezt be kell, hogy vigyem, ki kell teljesen egyenesítem, mert úgy meg van pördülve, hogy nem igaz. Ha kezdettől fogva úgy szeditek össze a kábelt, ahogy mutattam, akkor nem lesz ilyen, hogy nem tudod összeszedni, mert faszom. Na, most megfogadtam, hogy nem hagyom senkinek, hogy összeszedje a kábeleimet. Rá fogom szánni az időt, és én össze fogom szedni, mert úgy felbasztam most magamat. Mutatom nektek egy ilyen hosszabbítót, hogy összerakjatok. Ez egy 5 méteres kis hosszabbító, ugye ilyen kontavilles dugaj. Egy ilyet, hogy összerakjatok, ez nagyjából, mit tudom én, 5 kötőjel 7000 forint. Hogy van ez? Ez már 4000 forint egy ilyen, 4. Egy ezres ez. Hát akkor 5. Van rajta 5 méter kábel, ennek azt hiszem 400 forint métere. Lehet 7-8000 forinttal számolni. És itt van, hogy alig volt használva. Egyrésztről valószínű, hogy ez a kábel sem egy nagy eresztés. Na ez is. Így. Mert nem mi szedjük össze, és ettől agyvérzést tudok kapni. Agyvérzést kapok ettől, hogy nem faszomba lehet így összetekerni egy kábelt. Nem fűnyíró vezeték ez, bazd meg. De hogy a gecibe lehet így összetekerni egy kábelt? Hogy a büdös faszomba lehet így összetekerni egy kábelt? Hogy? Összetekeritek, bazd meg, azt utána még görcsöt köttök rá? Vagy hogy a faszomba tekertek össze egy kábelt? Ha nem igaz. És itt van, elővettem egy multimétert, hogy bedugod a konnektorba, és full rotty, olyan szinten testzáratos, mint a szar. Na most pont nem. Na az még jobb lesz, még akkor majd kideríteni, hogy hol a pöcsömbe testzáratos. Ugye ez volt, mert 2 volt, már itt egy 3-as, igen, ez egy 3 méteres. Ja, figyelj. Azért, mert ez a örök és ilyen faszom tekergetés, benne tekeredik a szál. És mivel egy 2 forint 20 fillért nem érnek már ezek a vezetékek is, hiába 500 forint métere. Na, tessék. Rage videó lett, bazd meg a videóból, hogy szar a hifim. Tehát, megmutatom mindenkinek. Megfogod ezt a szájba tekert vezetéket. Tekersz egyet így. Megfogod. Tekersz egyet így. Majd megint egyet simán. Majd megint egyet így. Látjuk. Megmutatom még egyszer. Szájba tekert vezeték. Akár így sendergeted közben az ujjaddal, így, és akkor oda fog tekeredni. Egyet így, egyet így, egyet így, egyet így, még egyet így. Kapsz egy ilyet. Ezt nyugodtan eldobhatod, ki fog tekeredni végig. Fábi Sityú, innen is köszönöm, hogy engem is megtanítottál, én is nemrég tanultam meg, kurva jó, megkönnyíti az életemet. Mert én is megmondom nektek őszintén, nagyon-nagyon-nagyon sokáig úgy tekertem össze a kábelt, nem úgy, hanem úgy tekertem össze a kábelt,
hogy fogtam, így egy kis ujjammal így sendergettem, és meg van tekeredve, és akkor így egymás mellé, még egy, csak így mindig tekered a kábelt, és egyszerűen egy malacfarok lesz rajta, és akkor állandóan emelget, vagy tekergettem ki a kábelt. Egy 5 méteres kábelnél tök jó, de amikor van, mondjuk ez egy 20 méteres kábel, ott már nem jó. Na mindegy, rage videó, bocs srácok.